A Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program keretében ugye Magyar Kanizsán a múlt héten megrendezték a Horgos Röszke Szeged, a Jó út összeköt mindenkit projektum nyitó konferenciáját. Mit irányoz elő ez a projektum? Ez egy hosszabb távú együttműködés, régóta próbálkozunk már ezekkel a településekkel, már mint Szegeddel és Röszkivel, hiszen ők a legközelebbi szomszédaink az Európai Unió másik oldalán. Nem is beszélve arról, hogy Röszke Magyar Kanizsának még partner települése is már lassan 20 éve, tehát az együttműködés az valóban már hosszú távra vezethető vissza, és nagyon sokszor volt szó már közös idegenforgalmi fejlesztéstől, közös környezetvédelmi fejlesztéstől. Most eljutottunk a közös infrastruktúra, közlekedési infrastruktúra fejlesztési ötletig is, és amit beadtunk Európai Uniós szomszédsági programra pályázatot 2,5 évvel ezelőtt, annak az eredményhirdetése természetesen megtörtént még tavaly, csak a vírushelyzet az úgy hozta, hogy magát a nyitókonferenciát azt idén, tehát egy héttel ezelőtt tudtuk megszervezni. Ez a projektum két részből áll, tervezésből és kiépítésből. A kiépítési rész van nálunk, de nem a határ felé vezet a horgosi körforgalomtól, hanem a horgosi körforgalomtól induló kerékpárút lesz befejezve, és megy ki egészen Horgos település legvégig. Tehát a teljes településen végig fog húzódni ez a kerékpárút. A körforgalomtól pedig a kettes határátkelőhelyig, tehát a kis határátkelőhelyig pedig tervezésre kerül a kerékpárút. Ugyanígy a röszkei, pontosabban a magyarországi oldalon, ott röszkéig fog tervezésre kerülni ez a kerékpárút, tehát ott sem lesz kiépítés, csak a nyomvonalat tervezik meg. Én bízom benne azonban, hogy ha már elindultunk ezen az úton, és az Európai Unió fölismerte, hogy van egy ilyen kezdeményezés helyi szinten is, plusz ráadásul ez a kerékpárút rácsatlakozik a nemzetközi Eurovelo 11-es kerékpárútra, akkor én nagyon bízom benne, hogy amikor majd a tervek is elkészülnek ezen a projekten belül, és valóban kész lesz a teljes nyomvonal Röszkétől a kettes határon, tehát a kis határátkelőn keresztül Horgos központjáig, akkor majd el tudunk kezdeni azon is dolgozni, hogy hogyan legyen ez fizikailag is kivitelezve. Ehhez a projekthez egyébként még az is hozzátartozik, hogy párhuzamosan, tartományi szinten is, tehát a tartományi infrastruktúrával megbízott titkárság is nyert egyébként egy IPA határon átnyúló pályázatot, ahol pedig tervdokumentáció készítésre nyerték a pályázatot, így Horgos legvégét, tehát ahova mi most kivezetjük a kerékpárutat, onnantól egészen Zentáig is meg lesz terveztetve a kerékpárút. Tehát magyarán a következő évben már lesz egy olyan komplett tervdokumentációja Magyar Kanizsa községnek, amivel rá tud csatlakozni az Eurovelo 11-es nemzetközi kerékpárútra, és valóban a kis határtól egészen Zentáig kerékpárdal el lehet majd jutni, természetesen akkor, amikor majd kifinanszírozzák a magát, a kivitelezését is ezeknek a terveknek. Tehát nagyon egyszerűen most még nem kell rögtön megörülni, hogy kerékpárra pattanunk is már lehet menni, ez egyelőre a terv, és annak így a dokumentáció valamint tulajdonképpen a helyét meghatározzák, hogy az majd hol fog ugye történni. Ez nyilván ugye közlekedés szempontjából, pláne, hogyha a határt nézzük, egy nagyon fontos dolog, de csak ebből a szempontból, vagy pedig turisztikai, rekreációs szempontból is egy fontos lépés? Mindkét szempontból fontos, hiszen nagyon sokan ingáznak községünk területéről, és valóban nagyon sokan kerékpárral, vagy ilyen elektromos motorral közlekednek a határon, hiszen most is látszódik, hogy sűrűn-sűrűn felakad a határ, és sokkal egyszerűbb gyalogosan, kerékpárdal, vagy valamilyen kétkerekű járművel átjut a határon, és ilyen értelemben közlekedésbiztonsági szempontból valóban fontos. Fontos ez környezetvédelmi szempontból is, hiszen aki nem autóval megy, vagy valamilyen más járművel, ami ott áll a határon 10 perceket vagy órákat, és közben pöfög, egyértelmű, hogy nem szennyezi akkor a környezetet, hogyha nem járművel megy, hanem kerékpárdal. Harmadrészt pedig idegenforgalmi szempontból olyan értelemben fontos, hogy ahogy már említettem többször ezt a nemzetközi kerékpár útvonalat, ami egyébként egészen északról indul, tehát egészen Svédország érintésével indul le egészen Athénig, tehát Görögországban fejeződik, tehát ez egy valódi Európát átszelő kerékpárút. Hogyha abban gondolkozunk, hogy valóban vannak kerékpárosok
akik ezt kirándulásként, több napos, több hetes tevékenységként űzik, akkor mi is fölkerülünk a pihenőhelyek és megállóhelyek térképére, tehát nem csak egy klasszikus értelembe vett kerékpár út húzódik majd, vagy vonul végig a község területén, hanem majd ehhez a kerékpár úthoz csatlakoznak megállóhelyek, pihenőhelyek, sátorozóhelyek, kerékpárjavítóhelyek, tehát hogy olyan komplett infrastruktúra, amit főleg majd azok fognak használni, akik a kerékpáros turizmusba látják a szabadidős eltöltési lehetőségüket, nem is beszélve arról, hogy a helyi szolgáltatók, tehát a most a Magyar Kanizsa község területén lévő szállásadók, vagy akár vendéglátósok szintén építhetnek erre az infrastruktúrára olyan értelemben, hogy lehet majd szervezni félnapos, egynapos kirándulásokat a községünk területén, mert hogy lesz majd egy olyan hálózat, ahol biztonságosan lehet közlekedni. Akkor nyilván ugye már van egy modell, mert ugye ha már Svédországról indul, akkor elég sok helyen ez már kiépült, amit így hát szép magyarosan koppintani lehet, tehát ezek a megállók, pihenőhelyek, kerékpárjavító állomások, ezek gondolom megjelennek máshol is. Mi az, amit még mások tartalomban hozzátesznek? Például, de olyan módon kanyarog ez a kerékpárút, hogy érint fontos látványosságokat? Kerékpárút nyomvon az ugyebár vagy a főutat követi le valahol párhuzamosan, vagy pedig vasúti nyomvonalon, nem használt vasúti nyomvonalon megy. A mi esetünkben egyrésztről településen belül a településen belüli járdákat követi le párhuzamosan, két település között a regionális útnak a nyomvonalát követi le, majd pedig a Tisza mentén az árvízi töltésnek a nyomvonalát követi le. Tehát nem abban gondolkodnak a tervezők, vagy a kerékpárút nyomvonal kiépítők, hogy minél több helyre bekanyarodjon, vagy minél több helyet érintsen, hanem abban gondolkodnak, hogy egyik pontból a másikba el lehessen jutni. Az már egy belső szervezés kérdése, már hogy belső alatt értem a települést vagy a községet, hogy miután erre a kerékpárútra ráépítünk-e plusz belső kerékpárutakat. Tehát például nekünk vannak terveink, Szabadkával közös elképzelések egy belső kerékpárút kiépítésére, ami mondjuk rá a Palicsot és a járást, vagy nálunk a Csodakút részt kötni össze egymással. Tehát de ennek a kerékpárútnak, ennek valóban turisztikai, kulturális céljai vannak, és nem csatlakozik, nem szerves része a nemzetközi kerékpárútnak. Azért mondom, hogy ezt ilyen értelemben szét lehet választani, hogy most mi egy hivatalos nyomvonalhoz csatlakozva szerencsésen bele fogunk kerülni egy nemzetközi kerékpárutas vérkeringésbe, és hogyha ez hosszú évek során a teljes szakasz, tehát a teljes községi szakasz, tehát valóban a Kishatától Zentáig ki tud épülni, akkor erre rácsatlakozva ki tudja a község építeni azokat a belső kerékpárút hálózatokat, amik rácsatlakozva erre a nemzetközi útra, meg tudják mutatni a községnek a turisztikai, vagy éppen környezetvédelmi látványosságait.